Sziasztok srácok, itt Jomác, köszöntök mindenkit egy újabb videóban És az helyzet, hogy ma olyat fog csinálni, amit nem gondoltam volna, hogy valahogy csinálni fog, Ugyanis Brawl Stars Google Play Store értékeléseket fogok olvasni És ezen fogunk közösen nevetni Az a helyzet, hogy Fanmaid Mékenél láttam, hogy ő nemzeti dohánybolt Google értékeléseket olvasott, és valami fenomenálisan vicces volt ez a videó, és tényleg nagyon érdekes, nagyon furcsa ilyen értékelések voltak. Úgy gondoltam, hogy hát én megnézem akkor a Brawl Stars, uh, Google értékelését, és hát olyan dolgokat találtam ott, amik nem mehettem el videó nélkül, úgyhogy a mai uh, videóban meg fogunk nézni egy pár érdekes Google értékelést. A Brawl a Google Play Store-ba, uh, azért nem az App Store-ba, mert ott nem igazán találtam magyar, a Google Play Play Store-ba pedig, hát kifejezetten magyarra van szülő, bár lehet, hogy a Play store is, hogyha ha nem magyarban van a Storm, akkor nem magyarok az értékelések, vagy én már nem is tudom. Mindegy, nem ez a lényeg, srácok. A lényeg az, hogyha tetszik a videó, akkor először is jelzitek nekem egy lájkot, like és ugyanis, hogyha sok lájk like lesz a videón, és sok uh, jó visszajelzést kapok, akkor lehet, hogy csinálok ebből egy másik kész, úgyhogy majd, ha tetszik, akkor a videó végén nyomogatlan egy lájkot. Like Na de, kezdjünk is bele! Uh, nyilván cenzúrázni fogom a neveket, szóval csak, uh, hát, uh, keresztemeket olvashatok. Na, nézzük is meg az első értékelést. László! Egy csillagos értékelésről beszélünk. 7000 kupán vagyok, nulla mitik, nulla legendari, soha nem nyitok semmit, mert legalább három hónapja semmi azóta két robob, robobó rubelben, robobó rubelben, figyeljetek, 30 ládát szereztem, két big box, egy megabox, és semmi, semmit nem ér a drop rate. Nos hát László nyilván fel van háborod, vagy nem itt semmiféle karaktert, amit elhiszek, a 7000 kupán 0 mitik 0 és szerintem az egyáltalán nem furcsa egyébként, másrészt pedig hát a Robobo be <laughs> nem jutott ki semmit. Hát sajnálom, hogy nem tudta semmit, ez nyilván mind a szerencsém múlik, és ezt sokan nem bírják elfogadni, és hát érdekes, hogy ezért valaki egy csillagos is ad a játéknak, mert nem itt semmit. Nyilván ez idegesítő, de többet kell játszani, többet kell fejlődni, és ki kell hozni a maximumot belőle. én nem ez lesz az és nem ez az utolsó olyan értékelés, ami azért húzza le a játékot, mert nem nyit semmit. Igen, tehát például Ferenc is azt írta, hogy a játék az magában jó, csak nekem az a gondom, hogy túl ritkán nyitok Brawlert. Hát ja, 13 lájkal, egyébként megérkezett a kommentjén, hát ez igen, ezt, ezt megértük, de ő legalább nincs csillagos értékelés tehát ő nem húzza le az egész játékot azért, mert nem nyit karaktert. Következő értékelés, olyan vagyoktól évezetes. Ez a játék nagyon évezetes. Szerintem élvezetes akart írni, de valahogy nem sikerült. Jankától érkezett a következő értékelés. Jó, mindenkinek ajánlom. Ezzel nem lenne semmi baj, csak az ajánlom az nem elipszinosi, hanem pontosé. És hát ez így, ez így nagyon, na nagyon, nagyon, csúnyán néz ez a mondat. És a négy lelkélet, azt ne felejtsük el. És egyébként 17 ember lájkolt ezt a kommentet, tehát 17 embernek nem tűnt fel, vagy nem tudom, ők is ajánlják a játékot sével, szóval I don't fura. Figyeljetek, MS-ének milyen probléma van a játékkal, három csillagot adott a Brawl Starsnak, ugye nyilván az ötből, ezt egyébként nem mondtam, de ez szerintem egyértelmű. Jó játék, de túl sok bunkó gyerek, és olyan okozdó bepontos ével, akik tízzel kupások, és úgy nem jó. Meg az is idegesítő, hogy Shelly, amikor veszitek, akkor úgy csinál, mintha miattad történt volna, és ez elrontja az ember örömét. Milyen Shelly? Mit csinál a Shelly? Kérem a következő füstétben javítsák ki. Mit javítsanak ki? Az ember a csapatásod téged okol, hogy valamit elrontottál. De milyen Shelly? Milyen Shelly? Mit csinál? Hogy csinál? Mi, 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 milyen világban ez? Mi történik? Ez valaki magyarámazza már nekem kommentekben, hogy mi az Istenről akar ez a komment, vagy ez az értékelés szólni, mert én totálisan össze vagyok zavarodva. Follow Wings értékelése 5 csillag. Kinézetre mi ez? Pont, pont, pont. De nagyon jó a team balance kötőjel aranyos és vicces, kötőjel minden larakter egyedi, kötőjel sokféle mód, vesző, klárosodás lehetőség, mintha valaki, nem tudom, Google fordító írta volna, kötőjel XP pont annyit ér, csak hogy a valós tapasztalatod mutatja, Oké. Okay. És ezért így jó, kötőjel áraszt el ajándékokkal, és nem válik érték, te kötőjel órákra leköt, nem idegesít, nem, idegesít fel, pörgős és nem meríti a telefont. Az, hogy nem meríti a telefont, szerintem ez egy óriási kamu. Másrészt meg az olyan, mintha egy angol Google Play értékelés lett volna lefordítva a magyarra, nagyon furára és ami 269-ben belájkolt, szóval így VTF az egész, nem is értem teljesen, de fura ez a komment, ráadásul ez az értékelés, nem tudom miért kommentezem, nem te komment, de nem az a lényeg, hanem az a, lények, hanem az a lények, hogy egyébként itt a magyar értékelések között volt egy-két angol, de ez olyan, mintha ez most angolról lett volna magyarra fordítva, és így, 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 nagyon fura a nyelv, vagy csak egyszerűen nem tud magyarul normálisan is ilyen furán fogalmaz. Bár azok a kötőjelek nem tudom, mit akarnak jelenteni, szerintem szóval egyik nyelven sincsen ilyen Akármi. Havex azt írta, öcsilag, hogy Imádom a játékot. Amikor bekapcsolom a telefonot, mindig ezzel kezdek el játszani. Bekapcsolod a telefon, Miért ki a telefonodat? Na mindegy. Nagyon szép, amikor kinyitok egy új trónet. Viszont nagyon szép. Zárja nekem biztosan a nem lett attól a forgástól. Mi van? Mi van? Istenem. Smiley. Légy szíves, kapjak egy spájkot.

te aztán egy igazán vicces figura vagy, azt kell, hogy mondjam. Hú, halljátok, ti is nevettetek ezen a poénon. Ár a vak belem. Nagyon kemény volt. Nagyon kemény volt. Kicsi barát 1.1. Nem tudom, mit történt az 1.0-ával, de ez hát most az 1.1-es verziója. Kicsi barátnak. Torony de Degíró ez a játék. Az, hogy ez mit jelent, megint fogalmam sincs. Hogy többet nem akarok vele játszani, mert annyit beszéltem, a haskerek, gondolom a gondol, de a haskerek miatt azért nem akarok többé játszani ez a borostát játékot, nem tudom, biztos borostásos játsz, bár a nev alapján, nem nem valószínű, lehet, hogy még megmarad, mert 7000 kupát nagyon nehéz megszerezni, de meghagyom. Ő meghagyja. De attól még van, tolják ki a hangereket, hogy letörlöm, és a gép Doki négy csillagot meg még marad az öt csillag. Hogy micsoda? elnézést, egészséged, ez mit volt? Én egy csomó dolgot nem értek belőle, de egyébként biztos, hogy az emberek a hackerekre fogják a dolgokat, nincsenek hackerek a játékban, egyszerűen jobb játékosok vannak. Tehát, hogyha most én még elmennék úgy, a sódánozni kilenc olyan játékos aki a top 100 vannak a világon, és azt mondanám, hogy hackerek, mert sokkal jobban játszanak, de attól még nem hackerek, hogy jobban játszanak, nálátok. Érted? Kapis? Kapis. Andrea. Azért adtam három csillagot, mert egy picit nem nyitok karaktert, de 2000 kupán kintottam lyon Nem nyit karaktert, de azért 2000 kupán megvan neki millión. Tehát ő nem nyit ki karaktert, de 2000 kupán megvan neki Lyon. Tehát ezt így, azt a kettőt össze tudjátok rakni, hogy valaki 1000 kupán nem nyit semmit, de ő, ő sem nyit semmit, de neki ez a 2000 kupán megvan lyon. Az szép. Olyan egy tudom az alkalmazás, nagyon jó, good Brawl Stars, let's go Brawl Stars. És három csillagos értékelés. Nem nyit semmit azért valiónya, nem tudom, ezt, ezt így, valaki rakja már össze nekem, mert nekem nem, én egyszerűen nem tudom. Bob, Bob. Nem nyitok semmit, és nem tudunk játszani a csapattársaim. Egy csillag. Tehát, hogy nem nyit semmit, oké, okay, ezt ugye értem, és a csapattársaim nem tudnak játszani, és ezért egy csillag. Azért, hogy a csapattársaim nem tudnak játszani, akkor miért az egész játékot húzod le ha csak a csapattársai Ne játsz randomokkal, játsz klántársakkal, játsz haverokkal, és minden rendben van. Bármi kulcsa karaktert nyitni, csak, csak néha, de attól még sokkal jövőzősebb lesz a játék, hogy másokkal játsz, és nem randomokkal. Krisztián. Hi, szupercer, egyeseknek minek tudol adni legendás brólert? egyeseknek meg nem tudol adni. Valaki kil kilódik érte, nagyon kilódik érte, és mégse kap, és aki még fizet érte, annak még jó pofizni kell érte. Mi, az, hogy aki fizet, annak jó pofizni kell érte? Valaki ezt érti? Ugye ez miért mondja? Pofizni kell ért, ő ad rá pénz, ez egy kicsit pofátlanság, nem? Hát, Krisztián, uh, nem tudom, hogy mi a pofátlan, semmi, mi nem. Uh, nem tudom, mi ez a profilkép is egyébként, de ez furcsa nekem. <laughs> nagyon, nagyon furcsa nekem ez az egész komment. Uh, sok ember nem tud élni, de nem tudom, hogy valahogy így... Amikor leírsz egy értékelést, és ezt, ezt így szépen begépeled, akkor én nem nézel rá, és így gondolkozol rajta, hogy... Úristen, de hülyeséget írtam meg. Miért nem tudsz helyesni? Miért nem olvasni? Legalább egy Google Play -er értékelés, ami ott marad a világörökség végéig, és mindenki lát más emberek is a felhasználó neveddel, és egy ilyet ott hagy. Hát én nem tudom, én biztos két millió elgondolkoznék, hogy egy ilyet ott kell valahol. És hogy 79 lájk, szóval... What? Zita négy szóval elmondta a véleményét a játékról. Szopjál le a geci. Oké. Okay. De azért egy csillagos értékelést Annyira logikátlan. Annyira. Zsolt szerint ez egy fos. Elveszi a wifi-t, és sok foglal a telefon, és gyorsan mellő tőre, és Rage gém, mindenkit Szegedem. Nem tudom, hogy a szegediek mit átottak el, nem, valószínűleg Szegedi, aki a szupercernél dolgozik. Miért dolgozna? Miért? miért tehát, ugye egy szegedi... Miért pont szegediek lennének a szupercernél? Ez egy fincég, nem egy szegedi cég, Zsolt egy kicsit így, így fogalomzavarban szenvedsz, hogy én nem tudom. Mindenki töltsön, és nézze meg ezt a lagos szart, de azért öt ad. Öt csilagot, de lagos szar, meg egy fosz, meg elveszi a wifi-det, érted? Letöltöd a Brawl és ő fogja, és elveszi a wifi tőled. Az komoly. Az komoly. Zsolti szerint vissza kéne venni a grafikából. Vissza kéne venni. És az internet kérdésről. Az internet nagyon fontos. Vissza kéne venni a grafikából. Nem lehet így játszani a talán 15 percekén lefogy, ha nem javítják egy csillag, amúgy három adott. Itt valószínűleg nem a játékkal van a problematika, hanem a telefonnal. Tehát nem mindig a játékot kell okolni. Hogyha van egy 20 fontos telefonod, amit 5 éve vettél, akkor én nem tudom, mit akarsz így, így érted. Tehát, hogy most 20 000 forint az nyilván sok pénz, telefonra az nem olyan sok. Viszont azért egy régebbi telefon, vagy egy nem olyan erős telefon, hát ezt nem erre találtak ki, hogy ilyen Stars, meg ilyen játékokat játszál rajta. Maradj a Teli azt jelenti, hogy addig nem fogok öt csillagot adni, ameddig rózát nem buffolják. Kegyetlenül erős. nos, ezzel az egész állítással megmondta az a probléma, hogy a buff az az erősítés. Tehát, hogy szerint erős, és még erősíteni kell. Nem úgy gondolom a nerfre gondol, csak pont az ellentétét a buffot írta. Egyébként róz erős, de azért annyira mégsem erős, bár kisebb kupákon nagyon erős, mert csak szuper erős, könnyű kinyitni, és bla 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 De vicces, hogy ki, pont az ellentétét írta. Gábor Szabó háromcsillagos értékes és szerint nekem azt mondtátok, mivel hogy elvették az akuntomat, kaphatok egy legát. Ki vett el az akuntját? És miért kapta egy legát? De figyeljetek, a neve Zsomac YT. Tehát én Gábor Szabóként ö, írtam egy értékelést, és valakinek valószínűleg odaadta a karakterét, ne adjátok oda senkinek a karakterét, tehát, aki nem Zsomac, ö, és én is csak látok, hogy nyitok rajta. Na mindegy, ö, szóval valakinek odaadta a karakterét, és hát ő, hogy is fogalmazzak, ellopta a karakterét. Rest in peace, haver, rest in peace. És ez, ezeket, ezeket megint nem értem, ezeket az értékeléseket. Balázs és Bálint Flox, Supercell egy Mortis adni a Bálint 99 karaktere, hálás lennék érte. 5 like. Uh, hát nyilván hálás lennék érte, de ez nem így működik, és akkor így jön a Supercell Balázs, hogy olvasgatja az értékeléseket. Hmm, Bani Balázs is Bálint Flox, hmm, Bind 99 karakter, adjunk meg neki egy Mortis. Majd szerintem ez így fog történni? Hát Balázs, elkezd szomorítanak. Nem, ez nem így működik. De, de bocsánat, Bálint. De vagy Balázs is ott van. Én nem tudom. Nem, nem így működik. Katalin Regényi. Adok négy csillagot, mert nem lehet karaktert nyitni, de amúgy a játék jó, örülök, ha nyitok Brawler, és van egy kis gond. Egy kis gond. Az alkalmazás időt és pénzt is kéne, hogy itt kiválasztott áru mellett van. Egy kis segítség adjatok nekem, hogy nyissam ki Bea, az új bróler, és ember emberkedves, és hagyj nyissak valakit. P.L.S. 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 Köszönjük, Katalin. Köszönjük szépen. A következő értéke is azért érdekes, mert Henrik, aki írta, hát valószínűleg profilképi alapján nem egy 15-20 éves játszó beszélünk, hanem egy öreg bácsikáról. És azt hiszem, nagyon jó játék, a kedvencem lett mindenkinek ajánlom. Az első normális értékelés is körülbelül olvastam, a több száz közül, amit végigörgettem, és tök jó egyébként látni, hogy nem csak fiatalok játszanak a játék, ami nem probléma hogy csak fiatalok, illetve a legtöbb játékos fiatal, de tök jó, hogy például egy ilyen kis öreg bácsika is játszik a játékkal, úgyhogy tök király, a Brawl Stars az kortalan. György azt írta, hogy a rossz játék 2873 kupánál csak mindig levesz 6 kupát. Hát tudod, uh, György, úgy működik a játék, hogy ha nyersz, akkor kupát kapsz, ha pedig vesztesz, akkor pedig, hát, kupát vesztesz. Szóval, ha sokodámban utolsó vagy, akkor lehet, hogy 6 kupát volna. Ez, í ez így benne van a dologban, ez így benne van a dologban. Nem tudom, hogy ez 3000 kupáig, hogy nem tűnt fel neked egyébként. Lajos értékelésen nagyon érdekes, ugyanis azt írta, hogy csillag egyébként. Sorry, nem tudom, hogy kell a pénz a számlámra, hogy, minimum, a 6 ZDNDD kötőjel, ami egyelő, DESZ, VDE, FUTU, What? Oké. Okay. Hát így elkezdett, hogy elkezdett normál értékelést így írni, aztán nem tudom elutasítani, a telefonjával a fejé megfejelte a telefont, és akkor ez jött ki. Vagy én nem tudok más szénériót elképzelni, mi történhetett. Eljátok a kommentekbe, hogyha van ötletek, hogy ez mi az Isten volt. Ferenc azt írta, hogy your brain here, spike erre the name Hunponchusi. Egészségedre, Ferenc. Egészségedre. Uh, itt a maga az értékelés nem annyira érdekes, viszont uh, csak annyit írt, hogy nagyon jó játék, élvezetes, izgalmas, szórakoztató és stratégiai. Ez is egy tök hozzászólás, ez egy tök értékelés. Amiért ezt kiválasztottam, az a név, ugyanis ezt hallgassatok. Hooligans és Metallica LEGO koncert show ok magyarul. Hooligans és Metallica LEGO koncert show magyarul. A Hooligans az alapból magyar, azt hiszem, ugye? Ja, a Hooligans az magyar, szóval az alapból magyar, a Metallica nyilván nem. De hogy hogy lehet egy LEGO koncertsót megcsinálni? Arra nagyon kíváncsi lennék. Tamer 351 nagyon tömör volt ezzel az egycsodagos értékeléssel. Hi, szupercel! Hol van a legendary? <laughs> ja. Hát igen. <laughs> Hova? Nem tudom. Itt, itt a telefonom alatt, itt az üdítő alatt, szék alatt. Nem tudom, itt nincs. És hát srácok, lányok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy élveztétek, én tökéletesen a felvételét, remélem, hogy az látszott is valamit, remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, like iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek be Facebookon, ahol livestreamlek minden nap, Brawl Stars, valamint mindenféle más királynapnál királyi játékot, én köszöntöm szépen, hogy megnéztétek a videót, találkozzunk legközelebb is, sziasztok!